Május közepén járunk már, amikor az idei év 10. körmendi böngészője készül. A friss adást 17-én hétfőn este láthatják majd nézőink. És hogy mi minden lesz benne, már is megmutatjuk. Rövid híreink között elmondjuk, hogy miniszteri elismerést kapott városunk polgármestere, Bebes István. Az enyhítéseknek köszönhetően megnyitott a kapuit a könyvtár és a múzeum. Megmutatjuk, hogy miként halad az M8-as út építése, és hogy az idén is áll a kastély udvarán a májusfa. Részletes tudósításaink között visszaidézzük azt az előadást, amelyen a gördeszkás pap, vagyis Lendvai Zoltán atya tért vissza Körmendre. A lelkipásztor azóta a koronavírus miatt elvesztette édesapját, de ő maga megküzdött a betegséggel, és a hírek szerint egyre jobban van. Megmutatjuk, hogyan szerzett újra győzelmet hazai pályán a körmendi FC csapata, és a végén egy sikeres videót teszünk közzé arról, hogy az Olcsai iskola alsósai a Magyar Sportnapi alkalmából hogyan teljesítettek egy nemzetközi tánc kihívást. Mindenről tehát 17-én hétfőn este láthatnak majd részleteket 18:30-tól a Körmendi Városi Televízió csatornáján.